Egy sorsfordító döntéssel szeretnék foglalkozni. Ez már egy 7-8 részes sorozat, amivel foglalkoztam. Talán itt ezen a helyen is egyszer. Kétféle helyzetről szeretnék beszélgetni, illetve döntés lehetőségről. Amikor az érzéseink szerint döntünk, és valami vágy szerint hozunk egy döntést, és amikor engedelmeskedünk Istennek. Van olyan, amikor ez a kettő egybeesik, hogy a mi vágyunk is az pont, amit a Jóisten akar, vagy szeretne az életünkben, de sokszor van olyan, hogy ez a kettő eltér egymástól. Az alapigét példabeszédek könyve, 2. fejezet 11. verséből keressük ki, és olvassuk el. Példabeszédek könyve 2. fejezetének a 11. verse az így szól, így hangzik. Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged. Még egyszer elolvasnám ezt az ige szakaszt. Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged. Egy olyan élethelyzetben vagyunk mostanában, hogy nagyon hideg van itt Magyarországon, és ez hosszú évek óta nem következett be, és van ott Nágocson, ahol én élek, és szoktam kirándulni a gyerekekkel egy halastó, és erre a halastóra leszoktunk menni vasárnaponként a gyerekekkel kirándulni. Felajánlottam a gyerekeknek, hogy fogjanak össze valamelyik anyukával, apukával az átmeneti otthonra, és akkor menjenek le ők maguk is, mert nem érek rá minden vasárnap, hogy lemenjek velük a jégre csúszkálni, vagy esetleg át is sétálni ezen a tavon. És akkor mondták a gyerekek, hogy azt nem. Mi a Tibi bácsi nélkül nem megyünk, mert akkor nem biztos, hogy biztonságban vagyunk. Persze, mert én 4 kézláb szoktam rámenni először a jégre, ha kell, akkor viszünk kapásból magunkkal létrát is, hogyha bárhol megrecsenne vagy roppanna a jég, akkor azonnal elterüljünk, és nehogy valaki megmártózzon a jeges vízben. Isten arra vágyik, hogy az ő gyermekei, akik egyszer szövetségre léptek vele, ilyen óvatosan közlekedjenek az élet különböző kihívásaiban, megpróbáltatásaiban. Legyen velünk védőfelszerelés, legyen velünk biztonsági ruha, idézőjelbe teszem, legyen velünk mobiltelefon is, hogyha bajba kerülünk, tudjunk segítséget hívni, az legyen feltöltve. De a lelkünkre vonatkozik mindez, tehát az életünk úgy működjön, hogy tudatosan élünk, hogy meggondolva tesszük a mi életünket itt, ahogy látjuk kivetítve, és meggondolás őrködik feletted, és értelem őriz téged. Szerintetek a bibliai hősök, akikről ez a könyv, Isten szava szól nekünk, mindig így működtek? Tehát mindig megfontolták, eltervezték, végiggondolták, és így hajtották végre Isten akaratát, vagy előfordult az is velük időnként, hogy úgy hirtelen rögtönöztek. Ezáltal kockázatot vállaltak. Szeretném, hogy gondoljátok végig így a bibliai történeteket, és van-e esetleg olyan esemény a Bibliában, ahol előállt egy váratlan helyzet, és ott a főszereplő úgy hirtelen hozott egy döntést, de ez egy kockázatos döntés volt, Isten nem szerette volna, hogy ezt a döntést hozzák meg. 2 ilyen történetet fogok én is felidézni, de hát, ha nektek is eszetekbe jutna valami hasonló történet. Hát, ha eltaláljátok az egyiket, amire én gondoltam. Hogy mondod? Jákob és Ézsau. Jákob és Ézsau esete, igen, és az első szülőtségjog kapcsán ott elég sok minden történt abban a családban. Esetleg másik? Saul ugye áldozatot mutatott be, mert várta a profétát, nem jött, hát akkor rögtönözzünk gyorsan egyet, bemutatjuk mi az áldozatot, aztán például elment háborúba is, de más esetben is elment úgy háborúba, hogy Isten áldását nem tudta magával vinni. Több ilyen történet is van a Bibliában, és általában, amikor ilyen rögtönzések vannak, abból nem születik jó. Ez a mi lelki életünkben is előfordul, hogy hirtelen szembesülünk egy helyzettel, hozunk egy döntést, nem
értelmesen, megfontoltan, egy kicsi időt hagyva rá, hanem hú, most itt gyorsan-gyorsan tenni kell valamit, még néha sürgetnek is bennünket, és ilyenkor kérdés az, hogy tudunk-e egy picit várni, végig gondolni, hogy ezt akarjuk-e tenni, vagy pedig gyorsan döntünk valahogyan. Hát én is az egyik történetnél Jákob édesanyjának az esetét szeretném felidézni. Mózes első könyve 27. fejezetéből a 8-tól 14-es verset fogom majd elolvasni. Ézsau volt az első szülött, ikrek voltak Jákobbal, és Izsák, az ő édesapjuk, úgy érezte, szerintem már ő volt az első, aki hirtelen döntést hozott, úgy érezte, hogy meg fog halni, és hát még jó sok évet élt ezek után, az áldáskiosztás után, de minden esetre úgy döntött, hogy most meg kellene áldani Ézsaut. A lelke mélyén tudjátok, hogy mit érzett az édesapa. Isten Jákobnak szánja az első szülöttségi áldást, de én eldöntöttem, hogy Ézsau is nagyon vágyik erre, főként a vagyon felére, szokás volt abban az időben az első szülötteknek a családi örökség felét adni, és a többi gyermek között szétosztani a többi részt. Ézsau elment, hogy vadásszon, és egy ünnepi vacsorát készítsen, és akkor ezek közben meghallotta ezt Jákob édesanyja, és úgy döntött, hogy ő majd megoldja ezt a problémát, hogy Jákob kapja az első szülöttségi áldást. Hogyan oldották meg ezt a helyzetet? Letérdeltek, imádkoztak, és azt mondták, hogy Istenem, hozzál valami megoldást, hiszen te Jákobnak szánod az első szülöttségi áldást, amit Izsák adni készül, mutass valami megoldást. Így készültek el, vagy rögtönöztek valamit, ami elég kockázatos volt. Mózes első könyve 27. fejezet 8-tól 14-es verset fogjuk olvasni. Most azért, fiam, hallgass az én szavamra, amit én parancsolok néked. Menj el, kérlek, a nyájhoz, és hozd nékem onnan két kecskegüdőjét a javából, hogy csináljak azokból a te atyádnak kedve szerint való ételt, amint ő szereti. Te pedig beviszed atyádnak, hogy egyék, azért, hogy téged áldjon meg, minek előtte meghal. Jákob pedig mondta Rebekának, az ő anyjának. Ímé az én bátyám Ézsau szőrös ember, én pedig sima vagyok. Ne talán megtapogat engem az én atyám, s olyan leszek előtte, mint valami csaló. És akkor áldást, átkot, és nem áldást hozok magamra. És mondta néki az ő anyja, reám szálljon a te átkot, fiam, csak hallgass az én szavamra, és menj, és hozz el nékem, mert mint a két kecskegüdőjét. Elment azért, és elhozta, és vitte az ő anyjának, és az ő anyja ételt készített, amint szereti az ő atya. Nem Jákobot szeretném kiemelni ebből a történetből, hanem Rebekát, aki nagyon vágyott arra, hogy Jákobot, a jobb lelkűt, az Isten félőbb fiát áldja meg Izsák, és Rebeka nagyon vágyott arra, hogy ezt az áldást mindenképpen Jákob kapja meg. Hát lemaradtunk viszont valamiről. Tudjátok, hogy miről maradtunk le ebben a történetben? Hát arról, hogy a jó Isten hogyan oldotta volna meg azt, hogy Jákob kapja az első szülöttségi áldást. Rebeka nagyon félt, hogy Izsák hibázik, és hogy nehogy hibázzon Izsák, ezért mire kényszerítette a saját fiát? Hazugságra és csalásra. Jákob azt mondja, hogy olyan leszek az én atyám előtt, mint valami csaló. Hát nem olyan lett Jákob, mint valami csaló, hanem csalóvá vált. Érzitek-e az anya szavaiban a féltést is, az aggódást, hogy valami rosszat tesz Izsák? A céljai jók voltak Rebekának? Szerintem jó cél volt Rebekának.
Ő jót akart, hogy az istenfélő fiú áldassék meg, és ezt az ígéretet kapta Izsák és Rebeka is, hogy bizony Jákobban fognak majd megáldatni az Isten, Jákobra fogja az igazi áldást adni. És nem tudjuk meg, és soha nem tudjuk meg, talán mennyországban, ha eljutunk, hogy hogyan oldotta volna meg Isten ezt a kérdést, hogy Jákob kaphassa az első szülöttségi áldást, illetve azt az áldást, amit Isten szán neki. Rebeka rögtönzött, Jákob partner volt ebben, és lemaradunk egy nagyon izgalmas és nagyon szép megoldásról, amit az Isten hozott volna. Ugye lett is ebből baj, Jákobnak menekülnie kellett, 20 évet szolgaságban kellett töltsön Mezopotámiában, és azután 20 év múlva is remegőt érdekkel és csípőjében meggyengülve térhetett vissza a szülői házhoz, ahol Ézsau ugyan megbocsátott neki, de igazán testvéri szeretetben, barátságban már nem élhettek ez a csalás után, hiszen tényleg csalással Jákob elvette Ézsau első szülöttségi jogát, amit ugyan Ézsau odaígért neki, de Isten nem ezt az utat tervezte volna. Szeretnék egy másik esetet fölemlíteni. Egy kicsit később játszódik már ez a történet, Mózes második könyve 32. fejezetének az első 6 verséből. Mózes második könyvéből a 32. fejezet első 6. verse arról szól, miután Isten a saját szavaival kihirdette a 10 parancsolatot, felment Mózes a hegyre Józsuéval együtt, az ifjú hadvezérrel együtt, és Istennel töltöttek még 40 napot, de nem tudta a nép, hogy mikor fog visszatérni Mózes. És féltek, hogy hát, ha valami baja történt Mózesnek ott fönt a hegyen, és hát beszédbe leegyedtek Áronnal, és kényszerítették Áront, hogy készítsen nekik egy szobrot, méghozzá egy borjú szobrot, úgy, mint ahogyan ez Egyiptomban is már gyakorlat volt a zsidó nép életében is, hogy valamiféle szoborhoz kötötték az ő vallási gyakorlatukat, és hát mivel Mózes nincs, akkor mi lenne, hogyha mi újra valamiféle Istent imádnánk, és akár ezt az aranyborjú jelképezni. Áronon óriási nyomás volt. Milyen döntési lehetősége volt Áronnak? Mózes bátyjáról van szó, aki azért egy nagyon sok tapasztalaton keresztül ment férfi volt már ekkor. 85 év körüli férfiről van szó, 83-85 éves lehetett. Milyen döntési lehetősége volt akkor Áronnak, amikor a nép kérte, hogy ő készítsen egy aranyszobrot a népnek, hogy legyen Isten tiszteleti módjuk, imádatuk. Mi volt az aranyszövegünk, vagy az alapszövegünk? Meggondolás örködik feletted, értelem őriz téged. Isten gyermekét bármikor, bármilyen helyzet elé állíthatják. És ott választhatunk, hogy hú, gyorsan oldjuk meg ezt a problémát, hogy azt mondjuk, hogy igen, köszönjük szépen, hogy elmondtad, hogy te mit szeretnél, én pedig most ezt meggondolom. Az igazán szabad emberek, azok hagynak időt maguknak átgondolni az eseményeket. Sokszor, főként a 21. században úgy érezzük, hogy azonnal döntéseket kell hozni. Mert ha én most ezt nem döntöm el, akkor vagy lemaradok valamiről, vagy valami baj lesz belőle, és elfelejtünk időt adni önmagunknak is arra, hogy meggondoljunk dolgokat, hogy átgondoljunk dolgokat, hogy biztosan ez a jó út. Áron szerintetek mit tudott a lelke mélyén, feketén, fehéren, tisztán, világosan, amikor a nép azzal kereste meg, hogy készítsen nekik egy aranyborjút? Áron a lelke mélyén tudta, hogy bálványimádás. Áron istenfélő ember volt? Milyen döntést fog hozni? Nem tudom, hogy mi vagyunk-e úgy néha az életünkben, hogy tudjuk, mi a helyes döntés.
feketén, fehéren, tisztán, világosan. De jön egy hirtelen helyzet, és elkezdenek a kérdőjelek megjelenni az életünkben. Biztos, hogy most is ezen elvek szerint kell élni? Biztos, hogy most is ebbe az irányba kell menni? Kinek a hangja ez? Sokszor sátán szólít meg bennünket így, de hát mindig vannak kivételek, nem? Áron, biztos, hogy most az a jó, hogy te ne teljesítsd a népnek ezt a kívánságát? Szóljon akkor erről Mózes második könyve 32. fejezet első 6 verse. Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűlt a nép Áron ellen, és mondta néki: kelj fel, csinálj nekünk isteneket, kik előttünk járjanak, mert nem tudjuk, mint lett dolga a ma férfiúnak, Mózesnek, aki minket Egyiptom földéről kihozott. És mondta nékik Áron: szedjétek le az aranyfüggőket, amelyek feleségeitek, fiaitok és leányaitok fülein vannak, és hozzátok én hozzám. Leszedte azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvitték Áronhoz. És elvette kezükből, és alakította azt vésővel, így csinált abból öntött borjút. És szóltak: ezek a te isteneid, akik kihoztak téged Egyiptom földéről. Mikor látta ezt Áron, oltárt épített azelőtt, és kiáltott Áron mondván: holnap az Úrnak ünnepe lesz. Felkelvén azért másnapon jó reggel áldoztak égő áldozattal és háló áldozattal is, azután leült a nép enni és inni, azután felkeltek játszani. Ha csak ennyire tekintünk bele ebbe a történetbe, érzitek-e Áronon azt, hogy valamiféle lelkiismeret fordulása van, vagy valami problémát lát ebben, hogy ő most egy aranyborjút készített, ő maga is formálta ezt a szobrot? Érdekes maga ez a történet. Nem nagyon érzem Áronon azt, hogy ő most valami nagyon-nagyon rosszat csinál, de most már a népért végigcsinálom. A nép megkereste őt, hogy készítsen nekik isteneket. Áron első döntése nem az, hogy biztos, hogy ezt akarjátok? Örülne ennek Mózes? Örülne ennek Isten? Mintha nem is állna szóba azzal a másik lehetséges döntéssel, hogy hát ilyet mi nem teszünk. Hanem megy abba az irányba, hogy rendben van. Bekéri az alapanyagot hozzá. Azután elkészíti a szobrot, azután ennek egy oltárt is épít, és az oltárnál áldozatokat is bemutatnak, és azután már a nép önszervező módon ünnepséget szervez ennek a megünneplésére. Ami nagyon érdekes még, hogy ezek a te isteneid hangzik a történetben, akik kihoztak téged Egyiptom földéről. Ne feledjük el, hogy a felhő és tűzoszlop folyamatosan kísérte őket. Ekkor már volt manna például, ami a 7-6 napjából vasárnaptól péntekig hullott a zsidó népnek, és azt fogyasztották pénteken kétszer annyi, hogy szombaton ne kelljen dolgozniuk, ne kelljen kimenni az élelemért. Tehát ezeken mind-mind túl vagyunk már. Áron ott volt Mózessel mind a 10 csapásnál, ott volt, amikor ketté nyílt a Vöröstenger, ott sem volt semmiféle aranyborjú, semmiféle bálvány, semmiféle szobor, ami megnyitotta volna a tengert, és Isten nyíltan a saját hangján kihirdette a törvényt, hogy ne legyenek néked idegen isteneid én előttem, ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne tiszteld, ne imádd, és ne tiszteld azokat. És folytatódik tovább ugye a második parancsolat. Áron döntéshelyzet előtt volt. Kér valamit a nép, megtegye, ne tegye meg.
Áron rögtönzött, vagy Isten parancsolatának engedelmeskedett? Rögtönzött. Gyorsan hozott egy döntést. Hát ezt kéri a nép, na jó, legyen. Ugye nem volt olyan erős jellem, mint Mózes. Mózes azért egy keményebb, határozottabb jellemű ember volt, voltak ennek árnyoldala is, hirtelen haragú volt, emlékezünk az ő 40 éves kora körüli gyilkosságára. Áron ő olyan lojálisabb volt, úgy megfelelni, akinek csak lehet. Azoknak nehezebb az elvek mellett kiállni, akik úgy szeretnének mindenkinek megfelelni. Hát aki Isten követője ezen a világon, annak kell egyfajta erős jelleme legyen, hogy amit nem egyezik Isten törvényével, arra nyugodtan azt mondja, hogy nem. Nem biztos, hogy meg tudunk felelni mindig a világ kéréseinek, és nem mindig van arany középút, nem mindig vannak olyan kompromisszumok, amelyeken végig lehet menni, hogy középúton menjünk. Jézus sok mindennel nem vitatkozott, ami annak a világnak a szokása volt. De volt olyan, amit ő nem tett úgy, mint a többiek. Szeretnék azonban kiemelni egy olyan szereplőt, aki mindent úgy tett, ahogyan Isten parancsolta neki, és ezzel megmenekült az óriási katasztrófa elől. Ma még sokan vannak, akik vitatják, hogy volt-e ezen a földön özönvíz. De tudományosan már bőségesen igazolható az, hogy Isten ezt a földet ítéletképpen egyszer özönvízzel elpusztította. Amikor azt látjuk, hogy az erőszak, a gonoszság egyre több lesz ezen a földön, és hogyha az országunkban még viszonylagos béke is van, de egyre több az erőszakos bűncselekmény, vagy a korrupció, vagy olyan igazságtalanságok, amikor emberek tömegeit használják ki, akkor Isten azt mondja, hogy ezt a földet el kell pusztítanom. De nem mindenki fog meghalni. Így volt ez Mózes első könyve 6. fejezetében is, amikor is Isten azt látta, hogy a föld megtelt erőszakoskodással, és úgy kellett döntsön, hogy elpusztítja ezt a földet. Sokszor az emberek nem érthetik meg, hogy Isten mit miért tesz. Nem értjük meg, hogy ki, mikor, miért hal meg. Van, aki fiatalon meghal már. Van, aki hosszú éveken keresztül bűnözőként megúszza a büntetéseket, és jól él. Ez nincs is az én kezemben, és a mi kezünkben sem, hogy Isten kinek, mikor, mennyi időt ad a boldog életre, a szenvedésteli életre. Ez nincs a mi kezünkben. De az biztos, hogy Isten egyszer ítéletre meg fog jelenni, és ebben az ítéletben kétféle megoldás fog születni bármelyikünk életében, vagy üdvözít Isten bennünket, vagy pedig kénytelen ítéletével sújtani ránk, és a kárhozat halálára vinni bennünket. Nem tudom, hogy ki most hol tart. Nem tudom, hogy ki nyugodtabb felől, hogyha holnap már nem kelne föl, akkor Isten felmentő ítéletet tudna hozni. Igényeltük-e Jézus kegyelmét, Jézus áldozatának a megbocsátását az életünkre, és hogy van-e olyan, amit még el kell rendeznünk egymással, vagy a jó Istennel. Tegyük meg ezt minden nap. Noé életéből szeretnék egy rövid kis szakaszt akkor felidézni, ahogy itt már jeleztem is felétek, Mózes első könyve 6. fejezetéből, és a 6-tól a 12-es verset fogjuk majd felidézni. Mózes, lehet, hogy rosszat mondtam, nem, 13. verstől, Mózes első könyve 6. fejezet, 13. versétől a 22-es verset szeretném felidézni. Mondta azért Isten Noénak, minden testnek vége elérkezett előttem, mivel hogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk, és imé elvesztem őket a földdel egybe. Csinálj magadnak bárkát góferfából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg azt belül és kívül szurokkal. Ekképpen csinált pedig azt
A bárka hossza 300 sing, azaz körülbelül 150 méter hosszú legyen, a szélessége 50 sing, azaz körülbelül 25 méter, és magassága 30 sing, úgy 15 méter magas. Ablakot csinálj a bárkán, és egy sínnyire hagyd azt felülről, a bárka ajtaját pedig oldalt csináld, alsó, közép és harmadparlásúvá csináld azt. Én pedig imé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, amelyben élő lélek van az ég alatt. Valami a földön van, elvész. De te veled szövetséget kötök, és bemész a bárkába. Te, a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségeid te veled. És minden élőből, s minden testből, mindenből kettőt-kettőt vigyél be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak. Hímek és nőstények legyenek. A madarak közül is az ő nemük szerint, a barmok közül is az ő nemük szerint, és a földnek minden csúszómászó állatai közül kettőt az ő nemük szerint, mindenből kettőt-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak. Te pedig szerez magadnak mindenféle eledelt, amely megehető, és takarítsd be magadhoz, hogy neked is, azoknak is legyen eledelük, és úgy cselekedett Noé, amint parancsolta néki Isten, mindent akképpen cselekedett. A földön már nagyon sokan éltek addigra, az özönvíz, az ugye időszámításunk előtt 2300-2400-as években volt. A teremtés után olyan 1600-zal járunk, nagyon sok ember élt ekkor már a Földön. És nagyon sokan hallhatták azt az üzenetet, hogy bizony Isten ezt a Földet el kell, hogy pusztítsa özönvízzel. Isten Noénak elmondott tételesen mindent, hogy mit tegyen. Noé mit mondhatott volna? Ő is választhatott volna, nem? Isten olyan, hogy özönvíz, hát még vizet esni se láttunk a földre. Harmad szállt le, nincs is itt ezen a földön annyi víz, hogy itt mindent elborítson. Meg hát hajót építeni a száraz földön, ennek sincs értelme. Meg hát te azt mondtad, hogy két emeletes legyen, vagy három emeletes legyen, de hát a családomnak elég egy emeletes hajó is, nem, hogyha már hajóval kell majd megmenekülnünk ebben az időszakban. Meg most miért vigyek én be minden állatból oda kettőt? Hát vannak kedvenc állataim, meg vannak, amelyek nem annyira kedvencek. Annyi lehetősége lett volna Noénak másként tenni, mint ahogyan Isten elmondta, hogy tegyen. És nem tudom, hogy mai világban van-e lehetőségünk másként élni, más döntéseket hozni, mint ahogyan Isten kéri tőlünk. Noé örömöt, élményt látott abban, hogy úgy cselekszik, ahogyan Isten parancsolta. Istennek engedelmeskedni sokféleképpen lehet. Hát azért engedelmeskedem Istennek, mert azért mégsem akarok pórul járni. Lehet így is engedelmeskedni Istennek? Lehet úgy is engedelmeskedni Istennek, hogy igen, ezt mondja Isten, én egy megfelelésben levő ember vagyok, akkor én Istennek az utasításait végrehajtom. Lehet úgy is engedelmeskedni, hogy hát nekem az a jó, amit Isten mond. És a környezetemnek is az a jó, amit Isten mond. És Noé nem csak a feleségével, nem csak önmagával, nem csak a feleségével, hanem a fiaival, a fiai feleségeivel is, és rengeteg állattal jót tett, hogy mi eldöntötte, hogy mindent úgy tesz, ahogyan Isten parancsolja. Nem tudom, ki hogy áll az életében azzal a kérdéssel, hogy mindent úgy tegyen, ahogyan Isten parancsolja. Ahogyan itt látjuk Noé életében. Vagy vannak olyan dolgok az életemben, az életünkben, igen, Istenem, ezzel egyetértek, amit te kérsz, ezt így teszem. Ezt nem értem, hogy miért így kéred, ezért ezt majd később fogom úgy tenni, ahogyan te kéred, most úgy teszem, ahogyan én szeretném. Vagy pedig, amikor váratlan helyzetekbe kerülünk, rögtönzünk úgy, mint Rebeka,
hogy rögtönzünk úgy, mint Áron. Minden nap előfordulhat az a sorsfordító kérdés az életemben, hogy teljesen engedelmeskedem Istennek, vagy pedig, bár tudom, hogy nem az a legjobb megoldás, de úgy rögtönzök valamit, és akkor azt szerint hozok döntést. Az lehet egy telefonhívás, az lehet valami nem egészséges étel elfogyasztása, lehet egy igeolvasás, vagy lehet egy meggondolatlan szó, vagy helyzet, bármi lehet az életünkben, ami jó irányba viszi az életünket, mert engedelmeskedünk a Jóistennek, vagy pedig nagyon kockázatos lesz, és akár az örök életünkbe, meg netán még az életünkbe is kerülhet. Egy kormányrántás a volán mögött, vagy bármi, ami hirtelen rossz döntés az életünkben, akár az életünk végét is jelentheti. Az arany szövegünk, vagy az alapigénk arról szólt, hogy meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged. Én kívánom, hogy Istennek olyan gyermekei legyünk, akik az életünkben tudatosan élünk. Nem hirtelen rögtönzünk megoldásokat, hanem hagyunk időt magunknak jó döntéseket hozni. Isten biztos addig nem engedte volna meg, hogy az özönvíz elöntse a földet, még Noé a bárkát be nem fejezi. Mert Isten együtt akart működni Noéval. Ma Isten szintén bárkaépítésre hívja az ő népét, az advent népet. Isten addig nem fogja a világot elpusztítani, míg az ő drága, küzdő, talán sok sebből vérző népe nem fogja befejezni a bárkaépítést, és nem fogja oda összegyűjteni azokat, akiket Isten még meg akar menteni. Isten jóságos, és jót akar nekünk, de azt sem szeretné, hogy kimaradjunk a bárkaépítői közül, vagy a bárkaépítésből a saját személyes életünkben, vagy pedig az egyháza életében. Szerintetek Noé egyedül fel tudta volna építeni a bárkát? Hiába volt ő, tegyük fel, 3-3,5 méter magas ember. Egyedül egy 150 méter hosszú, 25 méter széles hajót fel tudott volna építeni? Ma egyedül bárki az Isten művét el tudja végezni? Csapatra van szükség, egyházra van szükség, társakra van szükség, azokra a társakra, akikkel együtt tudunk gondolkodni, és együtt tudjuk végezni a munkát. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy ahogyan sokan azért tettük eddig is, ma kössünk egy új fogadalmat a Jóistennel, hogy mi mindent úgy szeretnénk tenni, ahogyan azt ő akarja. Hogy meggondolás örködjön felettünk, értelem őrizzen bennünket, és ne tegyünk úgy, ahogyan Rebeka tett, meg Jákob, hogy Istenem, hol vagy? Nem látom a jó megoldást, akkor én megoldom. Vagy pedig Áron, hát túl sokan vannak a népből, akik aranyszobrot akarnak, én meg egyedül vagyok, ezért legyen úgy, ahogy ők akarják, hanem merjünk Istennek engedelmeskedni, akkor is, ha ez könnyebb, akkor is, ha ez nehezebb, és akkor a bárka el fog készülni, és akkor a bárkában nem csak mi leszünk bent, hanem mindazok, akiket Isten ránk bíz, amikor pedig ő megjelenik az ég felhőjében, akkor el tudjuk mondani Istennek, hogy itt vagyunk, és itt vannak azok is, akiket reánk bíztál. Kívánom én ezt mindannyiunk számára. Amen.